Vajon többet lát-e az életből az az ember, aki hisz Istenben vagy egy alkotóban? Képes-e a vallás olyan dolgokra is választ adni, amelyet a tudomány napjainkig is csak próbál megközelíteni? Mai tandemadásunkban a vallás szükségességéről, létjogosultságáról és a társadalomra kifejtett hatásairól fogunk beszélni. Vendégem a stúdióban professzor dr. Máté Tóth András, vallástudós, az MTA doktora, egyben az STE vallástudományi tanszék alapítója. Köszöntöm a stúdióban, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Üdvözlöm szeretettel. Adódik is az első kérdés, talán az egyik legfontosabb, és ezt mindig szokták vitatni azért. Szükség van-e a mai világban, a 21. században a vallásra? Nem lehet, hogy ez csak egy olyan, úgymond történelmünk által velünk jött, velünk érkezett felesleges dolog, amit így úgymond a régi korok hagyományai őriznek? Jó kérdés, és kétségtelenül előjön a nyilvánosság előtt is ez a kérdés, de ha szabad, én kicsikét szeretném inkább megfordítani, hogy talán nem az a kérdés, hogy szükség van-e, hanem inkább az a kérdés, hogy minthogy jelen van a vallás, mit kezdjünk vele. És persze vannak, akik úgy gondolják, hogy jobb lenne, ha nem lenne vallás, mert úgy gondolják, hogy a vallásokból általában viszályok születnek, értetlenségek, feszültségek, adott esetben háborúk, kirekesztések, megbélyegzések, stb. És hogyha így megszűnne a vallás, valahogy a társadalomból ki lehetne savazni, akkor ezzel egy forrását az ellenségeskedésnek és meg nem értésnek ki lehetne iktatni. A főforrásnak vehető-e ez? Sokan azt mondják, hogy ez egy főforrás. Például mondjuk van egy nagyon divatos kutató, aki egyébként a saját szakmájában óriási nagy kutató, de a vallás ismerete az olyan alacsony szintű, hogy mondjuk a bevezetés a vallástudományba vizsgámon megbukna, Richard Dawkinsra gondolok, aki azt gondolja, hogy igen, elsősorban a vallások felelősek, a világ, hát ha nem az összes, de legalábbis a legnagyobb bajaiért, a keresztes hadjáratoktól kezdve a gyermekmolesztálásig menően minden a vallás számlájára írható. Na most itt most jól felsoroltuk a valláskritikus megközelítéseket, de szerintem soroljuk fel egy kicsikét a vallás jelentősége mellett szóló kifejezéseket is. Talán az egyik legfontosabb dolog, hogy hát most itt vagyunk Európában, itt mégis a kereszténység az a vallás, ugye zsidóság és kereszténység, valamennyire az iszlám, azok a vallások, amelyek a világnézetünket megalapozzák. De mit jelent ez? Hát például azt jelenti, hogy úgy mondjuk, hogy keresztnév. És hogy azért mondjuk, hogy keresztnév, mert ez a kifejezés mutatja, hogy régebben, de azért ma is sok esetben a gyereket megkeresztelik, és akkor adnak neki egy nevet. De miért adnak neki keresztelésnél nevet? Azért, mert a szülők valami nagyon jót akarnak a gyereknek adni, és akkor úgy gondolják, hogy a keresztnév révén összekötik egy szenttel, aki már meghalt, de valahogy a túlvilágról különböző erőket tud adni a gyereknek, mert tudják, hogy András, vagy úgy hívják, hogy Gábor, vagy úgy hívják, hogy Mihály, és így a gyereknek az élete nagyobb biztonságban lesz, így több energiája lesz megküzdeni a mindennapi élet kihívásaival. Vagy gondoljunk egyáltalán arra, hogy az embert az európai gondolkodás megismételhetetlen egyediségnek tekinti. Tehát amikor az egész klónozással kapcsolatban vannak viták, hogy a klón is ember-e, hogy a tökéletes másolat, biológiai szinten tökéletes másolat, az tényleg embere, akkor az egyik legfontosabb ellenérv ezzel szemben az, hogy de hát az ember az egyedi. És ebből aztán az emberi jogok nyilatkozatától kezdve az egész tulajdonjog kérdéskör, az egész önmeghatározás és identitás állítás témakör, ez mind-mind arra megy vissza, hogy a kereszténység az embert egyedi, megismételhetetlen személynek tekinti, és miért? Azért, mert az Istenről úgy gondolja, hogy minden embert egyedileg
szeret, egyedileg figyel, egyedileg óv, és így tovább. Egy utolsó dolgot hadd mondjak még, a demokrácia. Ugye sokszor azt szokták mondani, hogy minél demokratikusabb egy állam a modern világban, annál kevésbé van szükség a vallásra. Igen, de amikor demokráciára gondolunk, akkor arra gondolunk, hogy valamilyen módon meg kell tudnunk állapodni, hogy az ügyeinket jól tudjuk intézni. Na most nagyon jól tudjuk, hogy a megállapodás az általában úgy születik, hogy az erősebb kutya ugat hangosabban, ugye tudjuk, hogy ezt nem így mondjuk, de most itt a műsorban. Vagyis tehát a demokráciát az érdekek és elvek és nézőpontok permanens, folyamatos vitáját az biztosíthatja, hogyha egy olyan alapra helyezzük, ami nem áll a hatalmunk alatt. Úgy hívják, a Böckenfördének hívják ezt a paradoxont, hogy a demokrácia olyan alapokra épül, amelyet nem tud maga biztosítani. Na honnan vannak akkor ezek az alapok? Hát lehet mondani, hogy a klasszikus görög filozófiából jönnek ezek az alapok, lehet mondani, hogy a zsidó hagyományból, a keresztény hagyományból, meg az iszlám hagyományából jönnek azok az alapok, amelyeket mindenképpen őrizni kell azért, hogy a demokráciának a sokfélesége, vitája az valóban működőképes legyen, és ne anarhiává vagy káosszá fajuljon. Szóval tehát szerintem most itt csak három példát mondtam, de hát most itt nem... Lehetne nyilván lehetne, többet is. Nagyon sokáig lehetne ezt húzni. És tehát azt gondolom, hogy amikor vallásról beszélünk, és azt kérdezzük, hogy vajon a modern vagy a posztmodern világban kell-e, jó-e, akkor azt mondhatjuk, hogy a vallás révén, vagy a vallásra való hivatkozással lehet destruktív életet is élni, destruktívan is gondolkodni, fanatikus embergyűlölettel is gondolkodni, de ugyanúgy, ugyanazokra a vallásokra alapozva lehet konstruktívan gondolkodni, az ember szeretetnek, a szolidaritásnak, a társadalmi működésnek a biztosítását elvégezni. Említette a demokrácia esetében ezt a paradoxont, hogy olyan alapokra akar épülni, amelyeket nem tud magának biztosítani. Akkor, hogyha egy kicsit úgymond kötekedni akarunk, akkor a vallás hogyan tud alapokra építkezni egyáltalán? Ott nincs meg ez a jellegű probléma, hogy talán valamilyen alapok hiányoznak, vagy miben leledzenek egyáltalán ezek az alapok? Mert nyilván egy vallás kritikus szemében, egy vallás kritikus azt mondaná, vagy aki, tegyük fel, megtagad bármilyen jellegű vallást is, most nem csak a kereszténységről beszélünk. Az úgyis azt fogja mondani, hogy a vallásnak nincsenek alapjai, mert ugye egy politikából formált, egy hatalom konstrukció. Milyen alapokról beszélhetünk a vallás tekintetében, ami egy társadalmat össze tud tartani? Most, hogyha vallásról beszélünk, akkor persze egyszerre nagyon sok minden dologról beszélünk, és akkor, amikor ez a kérdés, hogy mire alapoznak a vallások, akkor a vallásoknak a tanításáról, vagy a vallások mögött lévő mítuszokról beszélünk. Na most az Európában legfontosabb vallások, zsidóság, kereszténység, iszlám, azokat úgy hívja a szakma, hogy ezek a kinyilatkoztatás vallásai. Vagyis tehát ezek a vallások, hogyha most komolyan vesszük azt, amit mondanak, ezek a vallások úgy hiszik és azt tanítják, hogy egy Istentől jövő üzenet hordozói és megjelenítői, és ez az üzenet a Tönákba, tehát a zsidó Bibliába, a Bibliába, a keresztény Bibliába, illetve a Koránba van megfogalmazva. És a vallási intézmények, vallási szervezetek, és a vallási emlékezet, és a vallási rítusok, azok ezekre a tanításokra épülnek. Vagyis azt lehet mondani, hogy a vallások azok a kultúrának olyan területei, amelyek támaszkodnak egy feltétlen valóságra, vagy hogy Paul Tillich mondja, egy olyan valóságra, ami mindenképpen érint minket. Feltétlen valóság, mindenképpen érint minket. Így aztán nem lehet pontosan összekeverni, vagy igazából nem szabad, vagy nem szakszerű összekeverni mondjuk a filozófiai nézetekkel, vagy politikai, politológiai nézetekkel a vallási nézeteket. Mert a vallási
nézetek, mondjuk az Istenbe vetett hit, vagy a Biblia igazságába vetett hit, az megkérdőjelezhetetlen. Az összes többi filozófiai iskola nézetelnek épp az a lényege, hogy megkérdőjelezhető, attól virul és attól pezseg a filozófia, hogyha minél jobbak a kérdések, és hogyha minél kevesebb a dogma. Úgyhogy tehát szerintem a vallásoknak az a kapacitása, hogy a feltétlen normának a létezését és a jelentőségét biztosítják. És akkor, hogyha most megkérdezzük, hogy mondjuk a frankfurti iskola képviselőit, akik nagyon-nagyon valláskritikusan, egyébként a vallástudomány számára nagyon szerencsés módon, nagyon valláskritikusan álltak hozzá a valláshoz, akkor mondjuk Habermasra szeretnék utalni, aki az élet művének a mondjuk középső szakaszában arról beszélt, hogy a vallási forrásokra visszanyúló érveket a demokratikus közmegegyezés vitájában akkor szabad figyelembe venni, hogyha azokat a vallás képviselői mások számára racionális módon tudják képviselni. Vagyis nem az a hivatkozás alapja, hogy az azért van igazam, mert benne van a Bibliában, hanem azt állíthatja az ember a demokratikus beszédben, diskurzusban, hogy ami a Bibliában van, az ezért racionális. Ezért hasznos a társadalomnak, tehát ezért értékes. Tehát egyfajta visszafele érthető, hát ez talán, vagy inkább vagy oda, az egy másik kérdés, de oda-vissza érthető. És a másik pedig, amikor a Ratzinger, amikor a Habermas az utolsó, ha nem biztos, hogy utolsó, de minden esetre az egyik legutóbbi nagy, hatalmas nagy művét írta meg, akkor pedig abban a frankfurti iskola filozófiai eredményeit, vagy politológiai, szociológiai, stb. Eredményeit, ugye Habermas az egy ilyen nagyon átfogó személy, több disziplinában is megkerülhetetlen. Nos, akkor azt írta, hogy önkritikusan a frankfurti iskolának önkritikusan be kell vallania, hogy azokat a célokat, hogy egy liberális gondolkodás alapján megalapozzák a társadalmi együttélésnek a logikáját, azt nem sikerült elérni, miközben próbálták elérni, aközben nagyon kiszorították a vallási forrásokra támaszkodó érvelést, de be kell vallani, hogy nem sikerült enélkül, úgyhogy tehát nem büszkélkedhetünk sikerekkel, ami alapján esetleg elutasítjuk a vallási forrásokra utaló érvelést, hanem igenis rászorulunk, hogy legyenek újra vagy új ebből a szférából jövő innovációk. Egy nemrégiben közölt felmérés, ami nem más volt, ugye, mint a népszámlálás, kihozta azt az adatot, hogy Magyarországon, ha csak az országban maradunk, nagyon nagy mértékben csökkent. Az most kérdéses természetesen, hogy itt milyen matematikai metódusokkal sikerült ezt kiszámolni. A vallásosok aránya. Csak hogy egy ilyen mai napjainkban is érvényes adatot hozhassak fel. A globalizált társadalomban, ebben a modern társadalomban hogyan tud akkor így a vallás érvényesülni? Itt most bármilyen vallásról beszélhetünk nyilván, de ha azt veszük észre például, ha csak ebből indulunk ki, hogy egy ilyen országos felmérés azt mutatja, hogy csökken, akkor az a levonható konzekvencia, hogy ebben a modern világban egyre inkább el fog tűnni a vallás, akár azt is mondhatom, hogy tegyük fel, teljesen megszűnik egyszer? Jó sokáig kell élni, hogyha mondjuk itt csak pusztán statisztikai adatok alapján próbáljuk meghosszabbítani a folyamatokat, és kidolgozni egy ilyen vallásagónia és vallás elhalási szcenáriót. Azt szoktam mondani, hogy régen, amikor még én jártam iskolába, akkor ugye a marxizmus azt tanította, anyagelvű világnézet volt, hogy anyag nem vész el, csak átalakul. És ez egy nagyon jó filozófiai tézis egyébként, lehet vele dolgozni. Most én azt szoktam mondani, hogy vallás nem vész el, csak átalakul. Vagyis tehát, hogy sok mindennél alakulhat.
ha belegondolunk abba, hogy mondjuk a középkorban milyenek voltak a vallási formák, a vallási rítusok, és a társadalomban átörökített vallási meggyőződések és szokások, akkor ugyanakkor a különbség a mai vallás és az akkori vallás között, mint amikor a különbség a középkori társadalom és gondolkodásmód, meg a mai társadalom és gondolkodásmód között. Most, ha azt mondjuk, hogy csak az vallás, amit a középkorban vallásnak neveztek, akkor azt kell mondanunk, hogy ma a vallás hát tényleg csak nyomokban van jelen, és csak az igazán jó emlékezettel bíró emberek emlékeznek rá, a többiek már nem. Hogyha viszont azt mondjuk, hogy a vallás az egy olyan kulturális, társadalmi dimenzió, amelyben a feltétlenségek személyhez kapcsolva, vagy nem személyhez kapcsolva, a feltétlenségek érvényességét érvényesítjük, akkor a vallás ma is megvan. Sokszor azt szokták mérni, hogy hányan járnak templomba. És még a magukat vallásosnak mondóknak is a nagy vallási közösségek esetében csak legfőjebb 10-12%-a jár rendszeresen templomba. De hogyha megkérdezzük az embereket, hogy önök valamilyen módon vallásosak-e, vagy esetleg azt kérdezzük tőlük, hogy az önök szerint van-e valamiféle Isten, vagy valamiféle felsőbbrendű hatalom, amelyik azért befolyásolja a világ folyását, vagy az életünknek az alakulását, akkor még a legmodernebb társadalmakban is az embereknek több mint 50%-a azt mondja, hogy igen. Van egy nagyon jó barátom, Tomás Halik, cseh filozófus, szociológus, professzor, egyébként római katolikus pap is, és akkor ő szokta az ilyen típusú embereket úgy nevezni, hogy valamisták. Valamisták, tehát nem keresztények, nem ateisták, hanem valamisták. Tehát azt mondják, hogy valaminek lennie kell. Tehát egyfajta alkotó vagy entitásba vetett hitnek lehet ezt értékelni? Hát nagyon... Nem feltétlenül Istenként nevezi meg. Igen, lehet, hogy nem nevezi meg Istenként, vagy ha Istenként nevezi meg, az nem biztos, hogy annak olyan nagyon sok köze van a keresztények vagy a muzulmánok istenéhez. De minden esetre valamiféle felsőbbrendű lény. Egy nagyon nagy magyar, már elhunyt sajnos vallásszociológusnak a fogalmára szeretnék itt utalni, aki úgy hívta ezeket az ilyen meggyőződéssel rendelkező embereket, hogy maga módján vallásos. Tehát nem az egyház tanítása szerint, vagyis nem a kimunkált, pontosan leszögezett hagyományok szerint, hanem valahogy másképp a maga módján. Na most, amikor a Tomka Miklós ezeket a felméréseit csinálta, akkor az derült ki, hogy az embereknek több mint az 50%-a azt válaszolja, hogy maga módján vallásos. Tehát ezért mondom, hogy a vallás nem vész el, csak átalakul. Két pontot még, bocsánat, hozzáteszek. Az egyik a népszámlálással kapcsolatos, hogy hát arról nagyon sokat lehet beszélni, meg elég sokat írtam is az elmúlt időben a népszámlálási adatok értelmezéséről, de talán a legegyszerűbben azt mondhatjuk, hogy a népszámlálás az nem szociológiai felmérés. Vagyis azt tudtuk meg, hogyha a statisztikai hivatal, ami egy állami szerv, megkérdezi az emberektől, hogy önkéntesen válaszoljanak arra, hogy tagjai-e valamilyen felekezetnek, akkor azt tapasztaljuk, hogy a válaszadási készség az csökken. Tehát nem arra válaszoltak az emberek igazából, hogy vallásosak-e vagy se, nem arra válaszoltak, hogy tagjai-e valamelyik vallási közösségnek vagy se, hanem arra válaszoltak, hogy megmondják-e ennek a lekérdezésnek, a szenzusnak során megmondják-e, hogy hogy állnak ezekkel a dolgokkal. Volt nagyon sok vita erről a népszámlálási adatokról. Egy óriási előny származott belőle, és ez pedig az, hogy az egész társadalom, hát ez iránt érdeklődő nép rétege számára is, de az egyházi közösségek számára is egy ilyen fájdalom küszöböt elért, 50% alá került az összes, aki igent mondott. Így aztán a vallási közösségek illetékesei
és hivatalos képviselői is elkezdték vakarni a kobakjukat. Hozhat ez egy pálfordulást, vagy bármi nagy változást a vallásos közösségekben? Hát a nagy vallásos... A Ferenc pápa mostanában olyan nyilatkozatokat is tesz, ami nyilván a nagy érdeműnek, a közönségnek, vagy akár az arra rezonálóknak, akár olyan hangzatosként tűnhet. Na most, ezek nagyon nagy vallási közösségekről beszélünk, különösen a katolikus egyházi, a világ legnagyobb szervezete. Egy ilyen közösségben radikális vagy forradalmi változás az nem képzelhető el. Olyanok ezek, mint a nagy tengerjáró hajók. Hogyha a kapitány kiadja, hogy 2 fokkal balra, akkor egy fél óráig nem történik semmi. Aztán utána lassan elkezd más irányba menni a nagy tengerjáró hajó, ami akkor mint egy lakótelep. Na most ezek a nagy szervezetek is ilyenek, hogyha a BMW-ben egy új változást akarnak elérni, vagy az Európai Unióban látjuk, hogy 2 fokot balra, vagy 2 fokot jobbra, akkor évekig eltart a vita, és még mindig nem mozdul semmi. Tehát a katolikus egyház ezeknél sokkal nagyobb szervezet. Ugyanakkor kétségtelen, hogy nagy érdeklődéssel követik azok az emberek is, például Ferenc pápa működését, akik egyébként maguk egyáltalán nem vallásosak. Most azon kívül persze, hogy sokan éhesek a botrányokra, és akkor... A szenzáció szokták ezt hívni. Így van, tehát most éppenség, hogy egy vatikáni szenzáció, vagy egy hollywoodi szenzáció, hát seckó jednó mondanánk, ugye? De az embereknek nagyon nagy része ugyanakkor, mintha, ez csak feltételezés, mintha szeretne nagyon nagy tekintélyű, úgymond nagyon nagy spirituális tekintélyű embertől, lehet az mondjuk a Dalai Láma is, hallani olyat, ami megerősíti az embert önmagát, valahogy igent mond az emberre, mint identitásra, mint személyre, mert egyébként az én kutatásaim alapján is, az látható, hogy miközben egyre több a lehetőségünk a világban, aközben egyre inkább fenyegetettnek is érzi magát az egyén is, és mindenféle közösség, és mindenféle intézmény is, mintha a fenyegetettség lenne a mai egyébként sikerorientált, és perspektívákba gondolkodó, és nem tudom milyen világban, mégis mintha a fenyegetettség lenne valamiféle alapérzelem, a félelem, fenyegetettség lenne valami alapérzelem az emberek körében. És erre aztán, hogyha a Ferenc pápa azt mondja, hogy a keresztények istene senkit nem ítél el, akkor minthogyha az embereknek arra a vágyára válaszolna, nem direkt csinálja ezt, nem egy marketing csapat adja a szájába a szavakat, hanem hát ilyen az egyénisége, meg ilyen a hite, hogy mégiscsak érek én valamit. Hogy mégiscsak van, aki megbocsátja esetleg nekem azt, amit én magamnak se tudok megbocsájtani. Vagy hogy mégis valaki azt mondta nekem, hogy van még esélyem, mikor én már magamnak nem adok esélyt. És ezt most én csak individuális példákat hoztam, de közösségi példákra is nagyon könnyen ki lehet térni. Akár mondjuk a nemzet példáira, ugye egész Kelet-Közép-Európában a nemzeti identitás az mindig egy ilyen hot topic. És igen, azt gondolom, hogy a közösségi együttérés számára is, a nemzet számára is nagyon fontosak azok a kijelentések, amelyek nem aláírják az összes disznóságot, amit nemzetre hivatkozva lehet csinálni, hanem azt állítják, hogy az a nemzet, az a nemzeti közösség, az a kulturális közösség, az a nyelvi közösség, az azért valami, még azt is lehetne talán mondani, hogy az azért szent dolog, és igen, tudjuk, hogy minél szentebb valami, annál jobban vissza lehet vele élni, hát ezzel is nagyon vissza lehet élni, de lehet élni is vele, és hogyha élünk és nem visszaélünk vele, abból nagyon sokaknak sok jó származik. A köznyelv úgy szokott erre hivatkozni, hogy sok rossz között legyen valami jó is, hogy mi jót tartalmazhat még, és pedig, hogy morálisan hogyan hat ránk a vallás, ha mondom vagyok, hogy azt a reklám után beszéljünk meg, úgyhogy menjünk egy rövid reklámra. Köszönöm szépen. És a kedves nézőknek is üzenem, ne menjenek sehová, most egy rövid reklám következik, de már is visszatérünk.
ugye a jack-o'-lantern, ugye így nevezik angolul magát ezt a töklámpát. Érdekes lehet, aki mondjuk szeret olvasni, mert egy tényleg kivételes emberi pálya, és pályafutás, meg tanmese a kitartásról. Tehát. Ezek a hírek eddig is velünk voltak, vagy ez hasonló megfigyelések és álhírek. Valójában nincs ok nagyobb utvólásra, mint egyébként. Melyik a kettő közül a nehezebb, az embert tanítani, vagy a kutyát tanítani? Hát az ember, nyilván az embert, mert mi sokkal árnyaltabbak vagyunk. A kutyára azt szoktam mondani, hogy nála vagy fekete, vagy fehér valami. Azért a kutya intelligenciája 3-4 éves gyermekéhez hasonló. Sokan azon a véleményen vannak, és talán én is hajlok e felé, hogy ezt osszam, hogy például a gyerekeknek az első 3 életévükben mozgóképpen nem is nagyon kellene, hogy találkozzanak. Azt gondolom, hogy minden gyermeket, attól függetlenül, hogy sajátos nevelési igényű vagy nem, egyénileg kellene differenciálni, amit a tananyagok és különböző törvényi hozzások nem nagyon engednek meg. Úgyhogy ilyen szempontból a versek olvasása, a verstanulás, versmondás terápiás értékkel is bírhat, és tényleg nagyon sokszor segíthet nehéz helyzetekben. Ha megkapja azt a tervezet, hogy ezt a házat kell felépíteni, egy funkcionális analfabéta, hogy fogja felépíteni ezt a házat? Mit a svéd? A következőre behozunk. Tehát Attila szívesen állít valóta a dolgokat itt rendszeresen, de a következőre behozom. A múltban a csőcseréket azt mindig a szélső jobb adta. A mindiget azt nyilván a rendszerváltás óta értem én. Annál visszább Kolpányi Ernő kollégán kívül az emlékezete senkinek nem ér a kötődésem. Tehát szerintem ott a sikernek a receptjét azt valahol német szünet konyhájába a madárteljes pacal környékén kell megtalálni. Hát szerintem ez két irányú dolog, lehet, hogy már hamarabb kellett volna. Nagyon sok termék még olcsóbb lett, mint ástopp alatt. De ne legyenek tévképzeténk, ez sehol. Tehát, hogy se Magyarországon, se Németországban, se Franciaországban, se Amerikában. Nehéz elhinni, amit mondanak, mert a valóságot nem tükrözi. Amint azt a reklám előtti percekben is hallhatták a kedves nézők, hogyha vallásról beszélünk, akkor bekeverednek azért bizonyos filozófiai, meg társadalompolitikai kérdések is. És amint azt már a vendégem is említette, dr. Máté Tóth András, hogy azért itt felmerülnek olyan kérdések, hogy most a sok rossz között mi jót találhatunk meg, egyáltalán ugye ki lehet-e kaparni a sok rossz cetlik közül akár azt a pozitív üzenetet, ami úgymond megszólít minket. De mégis van azért egy olyan üzenete is, vagy egy kérdése is ennek a vallások témakörnek, mert nem csak egy darabról lehet ezt beszélni, mert a hasonlóságokat ugye megtalálhatjuk, hogy többek vagyunk-e morálisan attól, hogy úgymond vallásosak vagyunk, vagy hiszünk valamiben. Egyáltalán van ennek bármilyen fokmérője, vagy valós dolog-e az, amikor egy ember azt állítja, hogy én vallásos vagyok, én egy rendes ember vagyok? Nagyon sok minden jut eszembe, hogy is lehetne megfogni jól ezt a nagyon fontos kérdést. Az egyik egy kutatási adatot szeretnék ismertetni. Igaz, hogy ez már 20 éves adat, de a társadalomban, a kultúrában nem változnak olyan nagyon-nagyon gyorsan a dolgok, úgyhogy valamennyire talán érvényes most is ez az adat. Megkérdeztük Kelet-Közép-Európa 14 országában, hogy mit gondolnak az emberek az ilyesféle állításokról, hogy aki vallásos, az jobb szülő. Aki vallásos, az megbízhatóbb ember. Aki vallásos, az szorgalmasabb. Aki vallásos, az jobban ragaszkodik a saját országához. És a legnagyobb megdöbbenésünkre, ezekre a kérdésekre még olyan országokban is, ahol egyébként a formális vallásosságnak a szintje nagyon alacsony, mint például Bulgáriában vagy Csehországban, ott is az embereknek 50 vagy több százaléka igennel válaszolt ezekre a kérdésekre. Tehát valahogy van a társadalom egészében, ugye a közgondolkodásban
van valami feltételezés, van egy súlyos elvárás. És ugye általában a kritikákból lehet ezt látni. Tehát amikor mondják, hogy nézd az öreg asszony, minden nap ott van a templomban, de amikor hazaér, úgy ordít a férjével, hogy a másik utcába is lehet hallani. Vagy nézd meg, minden nap a rádióban vagy a televízióban a kereszténységről beszél X vagy Y, és nézd meg, hogy közben mekkorákat sikkaszt, meg hogy bánik a közpénzekkel, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy pont ezekből a kritikákból lehet visszakövetkeztetni arra, hogy van a társadalomban egy általános elvárás, hogy na bizony, aki tényleg elkötelezetten vallásos, az legyen jobb, egyszerűen legyen jobb ember. Hát akkor ez egy teher, nem? Aki vallásos, akkor ezzel egy terhet vesz a nyakába? Hát mindenképpen terhet vesz magára, csak az a kérdés, hogy mi a cél? Az a céle, hogy szeretetteljesen tudjunk élni, és abban a közegben, ahol élünk, az irgalom, a megbocsájtás, a támogatás, a szeretet vegyen közre bennünket, óvjon, tartson, inspiráljon, lendítsen, vagy az a cél, hogy könnyeden balettlépésekkel és könnyed csukló mozdulatokkal vegyük az akadályokat. Én azt tapasztalom, hogy főleg a szélsőséges esetekben, tehát amikor valaki mondjuk beteg lesz, vagy elveszti valami hozzátartozóját, vagy csalódik valakiben, akkor sokszor gondol arra, hogy jobb lett volna a keskenyebb utat választani, mint a könnyedebb, szélesebb utat választani, hogy egy ilyen evangéliumi metaforával élhessek. A másik pedig, hogy én nekem nagyon sokszor van alkalmam a legkülönbözőbb társadalmi kérdésekről vitatkozni nagyon sokféle módon gondolkodó emberekkel, és azt tapasztalom, hogy van az európai társadalmakban egyfajta vízió deficit. Hogy mindazok a célkitűzések, amiket 20-30-50 évvel ezelőtt kitűztünk, mint például a gazdasági prosperitás, az iskolázottsági fejlődés, a női egyenjogúság, a szexuális szabadság, és így tovább. Ezeket a célokat kitűztük, és azt mondtuk, demokratikus berendezkedés, jogállamiság, törvény előtti egyenlőség. Szóval kitűztük ezeket a célokat, valamennyire alapvetően megvalósultak ezek a célok, de nem valósultak meg teljesen, de azért mégis azt mondhatjuk, hogy hát igen, jó, pipa, igen, vannak problémák, de azért mégis alapvetően, de most igazából azt tapasztalom, hogy a közgazdászokkal beszélek, szociológusokkal, politikusokkal beszélek, papokkal beszélek, nem érzékelem, hogy most a 21. században, most már nem csak éppen beleléptünk, hanem benne vagyunk nyakig, lennének olyan víziók, amelyek nagy tömegeket is tudnának lelkesíteni, hogy minőségi előrelépést tegyünk. És akkor azt tudom megint mondani, lehet, hogy elfogult vagyok, nem csak azért, mert vallástudománnyal foglalkozom, hogy elfogult vagyok, de azt mondom, hogy mégis azok az értékek bizonyítottak a történelem során eddig a legtöbbet, amik a legnagyobb vallási hagyományok által vannak jelen a kultúrában. Tehát itt szokták egyszerűen mondani, hogy a 10 parancs, vagy a hegyi beszéd, vagy akár a Kurán, ha azt mondjuk, hogy Allahu Akbar, akkor az nem csatakiáltás, ez egy szélsőséges esetben csatakiáltás is, hanem igazából annak a hitnek a kifejeződése, hogyha Istenhez ragaszkodunk, akkor ő is ragaszkodik hozzánk, és akkor majd a társadalom és az egyéni életünk is meg lesz áldva. Ez a lényege ennek, mondjuk így, de hát lehetne mondani persze keresztény vagy zsidó példákat is.
Beszéltünk itt ugye különböző értékekről, és felmerül akkor az emberi jogoknak az értéke is. Az emberi döntéshozatal joga az, hogy rendelkezhetünk-e bizonyos dolgok felett magunk, mint ugye, ahogy a vallás is mondja, hogy Isten a saját képmására teremtette az embert. Akkor felmerül a kérdés, ha saját képmásra vagyunk teremtve, akkor saját magunk felett rendelkezhetünk-e úgy, mint például egy aktuális társadalmi helyzetet behoznék, a Karsai Dániel esete például. Rendelkezhetünk-e akkor vajon az életünk felett? Mit mond erre a teológia tudománya? Azt hiszem, hogy legjobb lenne tényleg ezt a konkrét esetet. Az egyik, hogy ez az egy kérdés, amit a Karsai Dániel feszeget, az számomra tulajdonképpen, de biztos sokak mások számára is tulajdonképpen két kérdés. Az egyik kérdés a jogi szabályozás kérdése, a másik kérdés pedig egy nagyon emberi kérdés. A jogi szabályozás kérdésére vonatkozóan azt lehet talán mondani, hogy látszólag a méltóság megőrzéséről van szó, hogy a gyógyíthatatlan beteg dönthessen arról, hogy mikor fejezi be az életét, akár saját maga által, autoeutanázia, vagy mások által, heteroeutanázia. Azonban valójában, ha a mélyre megyünk, és azokat az eseteket, amik a világ különböző országaiban, ahol ez lehetséges, jobban megvizsgáljuk, akkor az látszik, hogy a szélsőséges esetre hozott jogi norma megnyitja az utat a nem szélsőséges esetek felé is. Vagyis tehát, ha egy kicsit már elegünk van a szenilis nagymamából, és már a család anyagi helyzete nem garantálja lehetőségeit és idegrendszeri lehetőségeit maximálisan kiaknázta, hogy akkor nem lehetne mégis valahogy segíteni anyukát, aki már tényleg nem fog meggyógyulni, és itt tovább. Tehát a jogi szabályozásnak van egy óriási nagy rizikója, hogy a szélsőséges esetből általános esetet kreál. Nem vagyok szakember, de idáig tudok eljutni. De számomra az ennél sokkal nehezebb kérdés az, ha odaülnék ehhez az embertársamhoz, és a szemébe kellene nézni, akkor vajon a vallási hagyományok ismerete alapján milyen olyan vigaszt tudnék mondani neki, ami számára nem blaszfémia és nem sértő, hanem számára is ad egy lehetőséget, hogy függetlenül attól, hogy sikerül-e elérnie, amit eltervezett az alkotmány irányába, vagy a jogalkotás irányába, hogy ő neki magának a saját szenvedésével, halálra való készülésével hogyan tud bánni a vallási források ismerete, illetve hiteles tanúsítása erejében. És ez érzésem szerint a nagyobb kérdés. Ahogyan ő beszél a saját szenvedéséről, az a méltóság, ahogyan ő ezt viseli és kommunikálja, az a bármilyen szörnyű állapotban is van, részéről a legnagyobb szeretet, amit minden másnak tanúsít, aki hasonló betegségbe, egy egész más betegségbe van, vagy nekünk, akik most még nem vagyunk betegek, most még nem állunk talán, remélem, a halál küszöbén, de előbb-utóbb oda kerülünk. És ezzel a kérdéskörrel, hogy mi az élet értelme, hogyha meghalunk, és hogy hogyan lehet az életet úgy élni a legvégén, hogy megőrizzük mi
a méltóságunkat, amelyet nem másoktól kapunk, nem az orvosi rendszerről, medicinától, nem a jogi rendszerről, nem az alkotmányos rendszerről, nem a demokráciától kapjuk, hanem magunktól és a körülöttünk élő szülőktől, barátoktól, adott esetben vallási közösségtől, hogy ezt a méltóságot hogyan tudjuk értelmesen élni azt az időszakot is, amikor a józanész tulajdonképpen szinte azt mondaná, hogy ez értelmetlen. Ez a nagy kérdés, és én nagyon hálás vagyok Karsai Dánielnek, hogy... Úgymond zászlóvívője ezeknek ezt, a kérdéseknek. Igen, hogy miközben ő a jogi szabályozásról beszél, aközben a témának ezt az oldalát is napirenden tartja. Ez azért is nehéz kérdés, ahogy ön is említette, hogy ha a jogi kérdésekre gondolunk például, nem tudjuk ugye, hogy meddig tart a jognak a korlátozása. Itt most talán úgy tudnám ezt leírni, hogy kinyitunk egy ajtót, mert valamit engedélyezünk, de akkor bemegyünk egy szobába, és lehet, hogy ott van három másik ajtó, ami amúgy nyitva van. Tehát, hogy hol zárulnak be ezek az ajtók, így van akár, ugye ez is lehetne a kérdés. Talán utolsó témának összevonnék két kérdést, ami azért egy kicsit talán könnyebb, mint egy ilyen társadalmilag. Nyilván vallás szempontjából is, meg szociológia szempontjából is azért ez egy megosztó téma jelenleg, de zajlik, azt ki kell jelentsük. A fiatalság kérdése az egy szintén égető témakör egyébként, ha már vallásról beszélünk. Nagyon sokszor hallani azt a közhelyet, hogy a vallás az úgymond, főleg inkább itt az európai kultúrában, hogy a vallás ugye az idősek, hogy szokták mondani, az idősek kaptafája, az időseknek az osztály része, és akár, és most nyilván nem degradálni akarom ezt a témakört, de hogy hogyan tudja vajon, vagy meg tudja egyáltalán szólítani a vallás a fiatalokat, vagy milyen eszközök, lehetőségek, üzenetek által lehet egy lázadó társadalmat megszólítani, mert nyilván a fiatal társadalom, most gondolok itt a 15-25 éves korszakra, az egy olyan korszak, hogy a valami ellen vagy aktívan, vagy passzívan lázadás. Hát én nagyon-nagyon boldog lennék, hogyha sok lázadó fiatallal találkoznék, és nagyon szomorú vagyok, hogy úgy látom, hogy nagyon kevés a lázadás. Milyen szempontú lázadás azért, azt kérem, semmilyen tisztázza, szempontból, hogy semmilyen szempontból nem látok lázadást. Azt őszintén szóval nem tekintem lázadásnak, hogy a 15 éves kisfiú vagy kislány elszökik otthonról szülői tiltás ellenére azért, hogy a barátaival jól berúgjon, vagy mindenféle egészségre és minden másra káros tevékenységet folytat. Azt hiszem, hogy ez nem lázadás. És persze most lehet mondani, hogy hát mégiscsak a kérdésben foglalt dolog az igaz rám nézve is. Szóval én úgy gondolom, hogy Petőfi lázadt, vagy lázadtak az 56-os fiatalok itt az Adi téren, az Audmaxban. Az lázadás volt, mert annak nagy kockázata is volt, annak nagy tétje volt, és nem önmagukért lázadtak, nem csak önmagukért, hanem lázadtak egy világnézetért, egy világnézettel szembe, egy berendezkedéssel szembe. Lázadtak a szabadságért, hogy nagyobb szabadság fokon élhessünk, de nem azért, hogy még többet piálhassunk, vagy még többet szipuszhassunk, hanem azért, hogy meglegyenek a lehetőségeink. Na most... De tegyük fel, hogy vannak lázadó fiatalok, kérdés, hogy tud-e a vallás a lázadás számára muníciót adni? Én azt gondolom, hogy minden nagy vallási hagyomány arról beszél, hogy ami van, az nem a végállomás. Tehát, hogy mindig lehet jobban szeretni, mindig lehet több mindent megbocsájtani, mindig lehet közelebb lépni a szolidaritás hálózatában, mindig lehet a fennálló hatalmat megkérdezni, hogy igazságos-e, ahogyan intézkedik. Mindig. Azért, mert a vallási képzetek, a vallási mítoszok, a vallási perspektívák, azok, hogy úgy mondjam, a végtelen jó, vagy a végtelen tökéletesség perspektívái. Tehát mindig provokálnak arra, hogy valami szebb legyen, igazabb legyen, hitelesebb legyen, szolidárisabb legyen. Ez nélkülözhetetlen. Na hát én nagyon-nagyon-nagyon bíztatnék minden fiatalt,
hogy na ez ügyben lázadjon, azonban éjjel-nappal és éjjel, mert nagyon csehül állunk ez ügyben, nagyon csehül állunk. Az emberek elfeledkeznek egymásról, az emberek nem törődnek egymással, az emberek nem kérik számon egymást, mert azok a számonkérések, amit a médiában látunk, az csak hisztéria, az csak hisztéria, önmutogató hisztéria, semmi más. Tehát akkor, ha jól értelmezem, ha nem is feltétlen egy bizonyos alkotó felé vetett hit, ami akár begyújtó szikrája lehetne ennek a úgymond lázadásnak, a jóért való lázadásnak, de akár egy ilyen önmagunkba vetett hit is lehetne? Ez lehetne hát ezt így is magyarázni? Én gondolom, hogyha most a vallásról beszélünk, akkor abból nem lehet kizárni az istenséget. Tehát van egy elképzelés arról, hogy mondjuk alakítsuk át az oktatási rendszert úgy, hogy ugyanazt csinálja az összes iskola, amit mondjuk az egyházi iskolák, vagy a szerzetes iskolák. És végül is érthető, ez jó ötlet, mert ezek nagyon jó praxisok, nagyon jó ilyen best practices, de azért a szerzetes iskolákból nem lehet kihagyni az istenhitet. Tehát ott azért vannak ilyen tanárok, vagy azért vannak ilyen tanári karok, azért vannak ilyen nevelési programok, azért vannak ilyen önzetlen odafigyelések a diákokra, mert az illetők hát imádkoznak, mert járnak lelki programokra, ahol feltöltődnek ettől a víziótól, vagy ettől a spiritualitástól. Úgyhogy azt hiszem ez nélkülözhetetlen, de ugyanakkor azt is hiszem, hogy nagyon sok ember van, aki számára mondjuk például Jézus alakja, az Isten hittől függetlenül is lenyűgöző. Az ő bátorsága, a nagyvonalúsága, a megbocsátás képessége, a hatalommal szembeni bátorsága, az nagyon sokakat lenyűgöz. És az a vízió, amit ő elmondott arról, hogy milyen egy szolidáris közösség, kicsibe és nagyba, az sokakat lelkesít attól függetlenül, hogy nem osztják Jézusnak a hitét. Rengeteg olyan kérdés volna még nyilván, ami az adásidőbe nem fér sajnos bele, de valószínű, elképzelhető, hogy a közeljövőben még ezekre a hasonló kérdésekre is keressünk majd választ, akár együtt egy ilyen adás során, akár egy másik adásunkban. Nagyon, nagyon örömmel voltam itt, köszönöm szépen, és egyben azt is hadd mondjam, hogy ezekről a kérdésekről azért a Szegedi Tudomány Egyetemen lehet tanulni is, és ezt azért is mondom, mert nagyon büszke vagyok arra, hogy annak idején, 25 évvel ezelőtt én lehettem az, aki Szegeden meghonosítottam, és az egész magyar felsőoktatásba a vallástudomány képzést, és Szegeden alakult először vallástudományi tanszék, aminek én lehettem a vezetője, úgyhogy tehát nagyon boldog vagyok, és minden szegedit, minden szegedi diákot is szívesen hívok, hogy a legkülönbözőbb kurzusainkba kóstoljon bele, hát ha beleragad. De nem csak szegedieket gondolom. Nem csak szegediek, bárkit. Persze. Nyitottak a kapuk. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a jó beszélgetést. És a kedves nézőknek is köszönöm szépen, hogy ebben az adásban is velünk tartottak 2024 első tandem adásában. Tartsanak velünk legközelebbi adásainkban is. Viszontlátásra!